A pékségek szerint nincs az a mennyiség, ami most a járvány idején ne fogyna el. A pékek ezért váltott műszakban éjjel-nappal dolgoznak. Sokan hetekre előre bevásárolnak. A karcagi kerekcipó pékségben a raktár tele van liszttel, mint mondják, az ellátás is folyamatos. Váltják egymást a műszakok, és úgy osztjuk be, hogy most nem kifejezetten süteményesek, csak süteményt, kenyeresek, csak kenyeret sütnek, hanem besegítünk egymásnak is, ahol fontosabb, ott dolgoznak többen. Tulajdonképpen a malmok már tavasszal elkezdenek szerződést kötni, legkésőbb augusztusban felvásárolják a búzát, tehát mi még a tavalyi termékekből gazdálkodunk, és a malmok is még abból tudnak őrölni, úgyhogy ők ígérték, hogy minden rendben van. Hát most volt egy hét, amikor kiszámíthatatlan volt, minden mennyiség elment, és nagyon-nagyon, sőt, állandóan változtatni kellett a rendelésem, mert mindig a plusz megrendelések jöttek. Most úgy néz ki, hogy egy kicsit lecsengett, talán a fagyasztók megteltek, úgyhogy most egy olyan normálisabb kerékvágásban vagyunk megint. Ezt nem értettem, hogy miért kell 10-15 kilót, mert nincs rá szükség tulajdonképpen. Nagyon reméljük, hogy folyamatosan tudunk sütni. Nyilvánvaló, hogy azért hónapokig ne fagyassza le senki, meg ez mindenkinek a saját felelőssége, mert ezzel meghosszabbítja a szavidőt, holott ezen csak 72 óra szavatossági idő van a kenyéren. A pékek is rengeteget dolgoznak, nagyon kimerültek. Sokkal többet, a napi másfélszerese a kenyerünk az eddigiekhez képest. Fárasztó azért dolgozni? Hát hozzá vagyunk szokva, de azért hosszú távon ez nagyon fárasztó tud lenni. A vásárlók természetesen türelmesek, mint mondják, nagyon szeretnek ebbe a kisboltba járni. A Katika szorgalmas nagyon, úgyhogy úgy látszik, hogy fáradhatatlan. Volt, akit megkérdeztünk, hogy egy hétre is bevásárol kenyérből. 4 darab fél kilóst. Ez mennyi ideig elég? Egy hét. Egy hétre. Egy hétre szokott általában vásárolni, vagy igen, csak most? Igen, csak most. Fontos megfogadni, nem muszáj otthon felhalmozni élelmiszert.